Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja naptár szerint július 17-én. Nem csak ezen a napon, hanem most van 10 nap egymás után, amikor kinyílik ez az égi kapu. Ez megkezdődött július 13-án, és eltart július 22-ig. Az azt jelenti, hogy a mi földünk a plejádok fele mutat. A plejádok az Atlasz Istennek a lányai, és ezeknél a testvéreknél a központi nap Alkioné. Alkioné azt jelenti lefordítva egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkioné nem más, mint ahogy a meséből ismerjük, Holle anyó. Tehát egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, így Holle anyóval vagyunk összeköttetésben. Ez egy finom energiai mező, van gyógyító hatása is. A mai napon, tehát július 17-én a maja naptár szerint Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, és ez szimbolizálja a gyógyító hatást, a testünket és a szexuális energiát is. Ez a Csikcsán energia, ez mutatja a változásokat, mégpedig a belső változásokat és az életerőnket is. Csikcsán a kundalini energiát szimbolizálja, és így hatással van a csakránkra is. Csikcsán jelenti a szexuális energiát is, tehát kihat a párkapcsolatra, a testi közeledésre is. Azon kívül van gyógyító hatása. Egy ilyen napon feltehetjük a kérdést, miért érezzük magunkat fáradtnak, olyan kimerültnek, van kiégetnek, és ez a mai energia, ez a Csikcsán energia segít abban, hogy érezzük a belső erőnket. Azon kívül a lelkesedést és a szenvedélyeket. És ez volt ez a felvétel, egy égi kapu nyílik a plejádok felé, a maja naptár szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!